Na szevasztok srácok, itt vagyunk Böhönyén. Megjöttünk, itt az állomás épület mögöttem. Mindjárt megmutatom nektek közelebbről is. Pont most nyílnak füvet, ez nagyon fasza. Amúgy annyit kell tudni Böhönyéről, hogy a 417-es szelvénykőnél található, de ugye az is már szegényem lekopott, majd megmutatom nektek. Úgyhogy tartsatok velem. Itt van a szelvénykő is, csak megviselte az idő vasfoga. Itt látjátok. Itt van. Ez már nagyon lekopott. Nagyon durván lekopott a szelvénykő. Meg hát ugye itt az első vágányból semmi nincs. Arra benőtte a fű, majd elmegyünk arra is. Hiszem ez is három vágányos, de hát amit látom, hogy már csak a második vágány van itt, ami látható, meg itt ugye itt a beton, vasbetonaj, meg ugye a fatalpák. Azt a rossz sem, nagyon durva. Hát igen. Azt a kur. Ment haverom, elment a kutyával oda előre. Hú, de benőtte a fű, gyerekek, ez durva. Na Böhönyéről annyit tudni, ezt is ugye 1800-as években nyílott, 2009-ben ugye megszűnt, már csak terforgalom van. Ugye az állomáson meg hát a nagy fű van, más nincsen. Azért szerintem óvatosan kell sétálgatni, mert talán van. De nem lesz szerencsénk, hogy itt lenne tervonat. Elmegyek innen ki, mert nem lehet itt járni. Itt volt szerintem valami rakodó, nem? Majd írjátok meg kommentbe, ha valaki okosabb nálam, hogy szerintem itt volt valami rakodó. Ha még itt van, látjátok azt a kurva. Itt van még a sín, bassz meg. Jaj. Ginja. Itt a Berglíz, mávos Berglíz csapat. Itt meg a faforgács oldalt. Akinek kell, ha van hörcsöge vagy valami, az írjon rám. Rengeteg faforgács van. Hallod, Béki? Ez faforgács? Akkor azért már mondtam, hogy akinek van hörcsöge, az írjon rám, mert innen tudok vinni, ha kell. De... De tényleg ez, ja, ez kemény. Vagy gyújtósnak, ha kell valaki. Te az az, ja. Jó fő van izéve, baszki. Ott a vágányzár is sorom fog. Ha menjünk el addig. Azt a kurva. Hát nem látni ott az elsőt. Vagy a rakodó izé vágányt. Furra. Ott az izé a lucerna, vagy nem tudom mi az. Mi nőtt oda. A dzsungel. Az. Ott a vágányzár sorom fog, de elmegyünk majd a másik. De tényleg itt is egy. Jaj, de hogy nem menné észre, bazeg, benövi a fű. Hát ez fura, benőtte a fű, gyerekek. Amit az ember elvett, a természet visszaveszi. Visszaveszi, így van. Azt a büdös. De nézd meg, itt a vasbetonaj van, de úgy van, de figyeld, egy vasbetonaj, egy, kettő, három, négy talpa. Ja, igen, egy vasbeton, négy talpa. Megint egy vas... De azért csinálják, mert ugye, de terforgalom van. De nagyon ritka. De valaki, néztem ma izén, láttam, hogy fényképet csinált, hogy van ami 1940, de szerintem az arra van, majd elmenjük a másik irányba. Volt egy olyan, ami 1944-es, vagy valami olyan izén van lerakva. Az brutális. Na ott a vágányzár sorompó. Azt akar. Az kemény. Nem baj, hogy nyomja. Ez elég jó állapotban van, igaz, Foki? Ez elég jó állapotban van. Jaj. De innen megyünk, kacok majd Seggesdre. Innen. De ez a vonatbejárás, hát ez... Nézzétek meg a sinkoronát. Ez nem igen van koptatva. Ez nem igen van koptatva. Ez... Így a cross motor, gyerekek, hogy. Azt a kurva. Ez brutális. De valamit hallottam, hogy ugye összeültek a nagyok, hogy talán lesz belőle valami. Jaj. Megy ám a cross. Ezt is itt hagyták, az kemény.
Az szép. Ez fasza. Na itt van skacok a vágányzári sorompó. Vágányzári sorompó. Csak ezt már nem tudnánk forgatni. Hallod Béki, ezt nézd. Ez itt le van lakatoszva. Há? Ezen csak az izé festék is. Azt a kurva. Gyere. Jó, arra nem megyünk, nem? Arra nincs semmi. Menjünk el visszafelé. Arra ma... Szóval csak a váltók vannak. Tényleg le van izé a váltó, kíváncsi vagy. Van egy izé itt. Az ima... Jaj. Na skacok, amerre most mi megyünk, ez a Balaton keresztúr felé van. Jaj, a keresztúri, azt a kurva mekkora talpa te. Figyeld, össze van az éve itt. Nem tudom, pár hónapja volt valami izé, amit ilyen emlék. Aha. Azt hiszem úgy volt, hogy izé egy csörgő hozta a izét, azt itt meg is fordult, ment visszafelé. Hát gondolom arra járhatott van a másik irányba. Érzed? Olaj. Ez rendben, ez olajozva van még. Érzed? Itt van. Itt van olajozva rendesen. Ez ott benn van, ezért nem tud állítani. Aha. Várja, ott. Valami. Nem lehet ezért. Ezt tudod milyen jelző itt? Ez. Ez az, hogy működik a fénycsorompó az átjáróba. Ez azt jelzi, ha jön a vonat, akkor a mozdonyvezetőnek ugye jelez, villog. Mindjárt mutatom neked, és köszönjük, itt van. Ez villog neki, hogy működik az átjáróba a biztosítékberendezés. Ez arra van. De hát most ugye erre nem jön semmi se. Arra megfigyeld. Hát erre már nem járt vonat szerintem 5 hónapja, nem? Hát itt le, nézd, milyen fű van. Igaz, Fokker? Neked ez kell, vonalbejárás kutyával. Ezt a kúr. Aha. Ja. Ezen. Na menjünk visszafelé. Ja. Menjünk, csapassuk. Na skacok, most menjünk visszafelé. Floki már ráérzett a talpákra. Gyerekek, ez az Floki. Mindig úgy. Na menjél, futás. Neked annyi energiád van, öcsém. Úgy. Go! Ennyi! Hoppipo! Ez az! De rájött, hogy okos! Hát bazen én is úgy lépkedek, hogy a talpákra, meg a betonágyra, azt ennyi! És akkor tök jó, nem a kavicságyon mész! Ő az új csörgő! Ő az új Szergely! Szergely, Floki Szergely! Csak ennek nincs hangja! Hát jó, de most. Most nincs hangja. Na, most menjünk vissza a skacokra. Ez a Stalker. Jaj, jaj. Na mennyi, mert leelőznek, öcsém. Mennyi, guminózi. Guminózi. Hogy, épp. Épp. Mennyi. Ez az. Menj a füvön, ez is sinám. Vagy volt. De meleg van a napon amúgy. Gyerekek. Na, megérkeztünk megint Bőnyére. Nagyon jó. Látod, ott is van egy. És kacok, ott is van a támolba egy, majd meglátja. Az is izé. Íj, öcsém. Leég a csaje. Na, menj, menj. Hát megyünk itt, Fokker, gyere. Azt. Itt az állomás, de ez már ugye itt már laknak az egyik felén. Jaj. Már laknak az egyik felén. Be is van rácsozva. Ugye az állomás dühönye. Itt a szemetes. Oh, itt volt ám a váró. Vannak a piros padokskacok. Itt volt a váró. Itt. Tudom, be tudom tenni a telefon. Így. Ott a város kacok, odani.
üres. Vasút ajánló, vasúton ajánló, és IC menetrend mára. Gyerek! Na ez a retro, bazd, ilyen telefonom volt. Ez a Nokia. Kiveszed a táskám, Béti? Megvárlak. Addig beizéljük az állomást itt. Na, aztán megyünk tovább, skacok. Folytatjuk itt az állomást. Látom, van riasztó. Megyünk tovább most Seggest felé. Megnézzük azt az épületet, az nem tudom mi. Ha tudjátok, akkor írjátok meg kommentbe. Na, mehetünk akkor arra az a raktár épület, vagy nem tudom mi volt az. Floki! Gyere! Gyere, Flokker! Gyere! Gyere ide! Nem megyünk arra, tudom, hogy érzed a másik kutyát, de gyere! Gyere! Go, zsá! Itt egy váltó, basz! Itt egy váltó! Jaj, na itt a, ennyit a váltóról. Skacok, benőtte a fű. A gaz, az mi a tököm? Ott nincs ajtó? Ott. Ott nincs ajtó, ott látjátok? Így mutatom már. Azt a kurva. Jó napot! Megjöttük az RTL klubtól. Basz. Az itt. Azt hittem, hogy hajlítan a szállba, de... Gyere! Figyelj, üres, meg ilyen flakonok, meg minden lófasz van ott. Ezek a flakonok. Ezt tudod mi? Ez itt. Sajnos ugye elézéte. Ez azt jelezte, amikor olyan hosszú a szerelvény, ezen belül kellett megállnia, mert különben neki megy, tudod, hogy mindig úgy mert hogy ott áll meg ugye a vége a szerelvénynek, akkor a másik vonat nem tud eljönni. Ja. Ez mindig azért volt, hogy mindig ezen belül kellett megállni. Ezen belül kellett megállni. Ja. Az milyen épület, skacuk? Azt ha valaki tudja, írja már meg kommentbe. Mert nem láttam róla semmit az interneten. Az mi lehetett? Azt látom. Ja, csak mi volt ez? Jaj. Na ugye, nem? Nincs 10 éve semmi. Itt van ugye megint a jelző, ugye, hogy a vasúti átjáró. Akkor ez ugye sárgán villogott. Akkor lehetett menni a vasúti átjárón. Jó, biztosíték berendezés. De az itt vannak kábelek ám. Meg az olajszag. Bassza az óramat. Mi az, Diósgyőr? 74-es, ja. Hát én most meg nem keresem, hogy hol van az 1940 valahányas izé. Azt. Bárcsak jönne egy Szergely erre, de úgyse jön. Nézd meg arra, milyen fű van. Benőtt a gaz. Itt meg van izé, gyerekek. Itt van a sóska. Ingyen sóska, Böhönyén, ha valakit érdekel, eladok. Na ez mi volt, basszus? Ez, itt vigyázzál, megint a botoly. Azt a kurva. Erre ne állj rá, mert nem stabil. Nem olyan, mint az ország. Ez tényleg szerintem olyan rakódó volt, mint a Tungsramnál, tudod? Itt. Jöcsém, jó a buli. Ja, itt ennyi skacok. Hát, ezt... Ide nem nézünk be. Itt van a... Eddig tartott. Látjátok a vasúti átjárót, ugye? Somogyszob felé. Ennyi volt itt a... Nem tudunk tovább menni. Megyünk vissza. Na innen meg zsá. Seggest. Na szevasztos kacok. Itt vagyunk. Böhönyén. Innen megyünk vissza. Megyünk Seggestre.
Nem tudom, ez milyen épület, majd írjátok meg kommentbe. Ami itt van mögöttem, nem tudom mi ez. Mindjárt megnézzük kívülről, nem a vágány felüli oldalon. Mi van, Frokikám? Ne sírja. Azt a... Itt látjátok mögöttem. Ez valami. Nem tudom, mi lehetett. Na, legközelebb Seggel Gyuri jelentkezek nektek. Szevasztok, srácok, ciao.